Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit. Kucsera Renáta, címzetes rendőrőrnagy, a Bonyhádi Rendőrkapitányság vizsgálati alosztályvezetője vehette át idén a Bonyhádi Évrendőre elismerést a helyi Vörös Marti Mihály Művelődési Központban megtartott megyei rendőr- és tűzoltónap programsorozatának részeként. Első alkalommal, de hagyományteremtő céllal rendeztek megyei rendőr- és tűzoltónapot. A házigazda szerepét ezúttal Bonyhád vállalta. Köszöntő beszédében Filóné Ferenci Bolya polgármester azt emelte ki, hogy a helyi önkormányzat és a megyei fő, valamint a városi kapitányság között hosszú évek óta kiváló a kapcsolat és az együttműködés. Az elmúlt év őszén, valamikor novemberben kerestük fel főkapitány urat gyakorlatilag egy bemutatkozó látogatásra dr. Régi Csaba alpolgármester úrral és dr. Marcsák Sándor kapitányság vezető úrral, és ezen az első találkozáson már javaslatokkal érkeztünk főkapitány úrhoz. Többek között egy olyan gondolattal, egy olyan ötlettel, hogy teremtsünk közösen valamilyen hagyományt a megyei szinten a rendőrség és az önkormányzatok között. A város vezetésének újító szándéka pedig hamar termékeny talajra lelt. A rendőrség részéről ugyanis abszolút fogadókészek voltak az érintettek a megyei rendőr- és tűzoltónap megszervezésére. Nagyon szépen köszönöm főkapitány úrnak, aki az első perctől a gondolat mellé állt és támogatta azt. Minden segítséget megkaptunk a főkapitányság részéről és személyesen főkapitány úrtól is, hogy a mai nap elérkezhessen és megrendezhessük ezt az eseményt. Én bízom benne, hogy ebből a kezdeményezésből a későbbiekben valóban hagyomány teremtődik, és a megye valamennyi kapitánysága rendelkező városában egy ilyen vetésforgószerűen majd megrendezésre kerül a későbbiekben. Minden kapcsolat, minden emberi kapcsolat nincsen csak úgy önmagában azért, hogy az működjön, egyre jobban működjön, tenni kell, ápolni kell azt, és maga az ötlet is innen ered, hogy ezt a egyébként jó kapcsolatot, ami hagyományosan megyes szinten elmondható a rendőrség és az önkormányzatok viszonylatában, azt tovább tudjuk erősíteni. Ez a rendezvény ezt a célt hivatott elérni, bízom benne, hogy ez sikerülni fog. Ennek a sikernek a záloga a nagyon pontos és alapos előkészítő munka, amiben nagyon sokan részt vettek, mind a kapitányságok részéről, mind a művelődési központ munkatársai, a Bonikom Kft. Munkatársai és az önkormányzat részéről, a kollégáim is, jó magam is, kapitány úr is személyesen vett részt a szervezésben, bízom benne, hogy jól sikerül, és mindenki jól fogja magát ma itt érezni Bonyhádon. A köszöntő beszédeket követően a megyei kapitányságok munkatársai vehettek át elismeréseket. Az év Bonyhádi rendőre címet idén a helyi rendőrkapitányság címzetes őrnagya, Kucsera Renáta vehette át. A díjazott egy nem mindennapi gyerekkori emléknek köszönhetően lett később rendőr. Első körben édesapámhoz törtek be, és emiatt kellett lemennem hozzájuk, és akkor megtetszett a rendőri munka, illetve azt, amit ott láttam. Renáta később a gimnázium elvégzése után azonnal a rendőrtiszti főiskolára jelentkezett. Szakmai gyakorlatát már a Bonyhádi rendőrkapitányságon végezte. A diploma megszerzése után pedig ugyanitt kezdett vizsgálóként dolgozni. 2015. április 1-től pedig már vizsgálati alosztályvezetőként dolgozik, sőt az utóbbi időben már bűnügyi osztályvezető helyettesként is helytáll, felettesei szerint kiválóan teljesít. Hiszek a szakmában, és hiszem, hogy ezzel segíthetünk az embereknek. A Bonyhádi Évrendőre díjat a város önkormányzatának képviselőtestülete ítéli oda a helyi kapitányságon dolgozó, kimagasló eredménynyújtó rendőrnek. Filóné Ferenci Bolya szerint különösen fontos, hogy ilyen módon ismerjék el azokat, akik hivatásuk során a közjóért, a közrendért dolgoznak. Hosszú évek óta létezik már ez a városi kitüntetés. Mindig egy grénium javaslatára a testület határoz arról, hogy abban az évben kikapja ezt a kitüntető címet. Én azt gondolom, hogy a mai világban az a szó, hogy biztonság felértékelődött. Bármilyen területre gondolkodunk a biztonságról, ez fontos, legyen ez akár anyagi biztonság, akár pedig az életünk védelme, az a fajta védelem, amit a rendőrség tud nyújtani, és a polgárőrökkel kiegészítve a város lakóinak. Elmondhatjuk, hogy itt a városban rend van és nyugalom, ez köszönhető az ő munkájuknak is elsősorban, és az, hogy ezt elismerjük, szerintem mindentől kezdve természetes közös érdekünk mindnyájunknak, hogy ez így legyen hosszú éveken keresztül meg a városban. A Bonyhádi évrendőre mellett még több mint 60 elismerést adtak át a helyi Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. Az év Tolna megyei rendőre díjat idén
nem vehették át. Pakulár Károly a szekszárdi rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője, és Farner János a Tolna megyei rendőr főkapitányság rendészeti igazgatóság közrendvédelmi osztályának kiemelt fő előadója. Szeretem azt, amit csinálom, anélkül nem csinálnám, illetve mindig vannak újabb és újabb kihívások, amiknek az ember megfelel, akkor ez egy óriási öröm, úgy, mint a magánéletben is. Hát milyen érzés megkapni ennyi idő után? Mindenképpen jó. Tehát ez nem kérdés. Örülök, hogy elismerik a munkám minőségét, hát a mennyiségét azt az adott, az nem kevés, de hát jó érzés, sőt nagyon jó. Szabó Csaba, Tolna megye rendőrfőkapitánya valamennyi munkatársának megköszönte az áldozatkész munkát, és kiemelte, hogy a rendőrnap az egész szakma előtti tisztelgés is egyben. A rendőrnap a mi ünnepünk, a rendőrnap egy olyan alkalom, amikor igenis kell, és szükséges a pihenés, szükséges az elismerések átadása, és szükséges az a feltöltődés, amit a mai nap mindannyiunk számára biztosít. A díjátadókat követően az egész napos programsorozat a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ mögötti rendezvénytéren családi és kulturális programokkal folytatódott. Család és missziós napot szervezett a Tolnai-Baranyai Evangélikus Egyházmegye Bonyhádon. A húsvétra készülődés hetében a béketeremtésre hívta fel a figyelmet Kondor Péter püspök. A nap folyamán számos rendezvény zajlott, amik főként abban segítettek az érdeklődőknek, hogy miként tudják kezelni a családon belüli problémákat. A szarvasi evangélikus gimnázium diákjai Jézus feltámadásának történetét elevenítették meg az evangélikus gyülekezetek napján. A család és missziós napot második alkalommal hirdette meg a bonyhádi gyülekezet, ahová a megye minden pontjáról érkeztek az evangélikus egyház megye hívei. Aradi András esperes elmondása szerint számukra nagyon fontosak azok az alkalmak, ahol a hittársakkal lehetnek együtt, mert ezek az együttlétek erősítik a közösséget. Igazából az első számú célunk az az, hogy itt az egyházmegye gyülekezeteinek egy olyan találkozási lehetőséget adjunk, amelyben megélhetjük a közös örömet, az, hogy a különböző gyülekezeteknek milyen örömei, nehézségei vannak, és amikor a különböző kicsi szorványokba élő evangélikus testvérek sokszor élik meg azt, hogy kevesen vagyunk, kicsik vagyunk, akkor ezek a rendezvények segítenek kicsit lelki föltöltődést adni, hogy megéljék azt, hogy mégiscsak vagyunk itt az egyházmegyében. Család témája köré fűztük fel az előadásainkat. Tulajdonképpen most is még folytattuk ezt a család témát, annyiban, hogy most picit a nagy hétre készülve is van egy-két olyan programpontunk, ami felkészít bennünket a húsvéti örömre. Az esemény legfőbb témája a béketeremtés gondolata volt. Ki más kezdené, ha nem mi, mondta Aradi András, de erről, mármint a béketeremtéséről szólt igei felvezetésében Kondor Péter püspök is. Azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy egy egyházmegyei családi napon éppen a béke, illetve a békesség a kulcs és a kulcs szó, vagy a kulcs kérdés, mert általában szeretjük azt gondolni, hogy mi rendben vagyunk, és rendben van az életünk. És nagyon könnyen találunk magunk körül olyanokat, akikre nézve be tudjuk bizonyítani magunknak, hogy mi egy kicsit rendesebbek vagyunk. A mi családunk egy kicsit rendezettebb, a párkapcsolatunk is rendben van minden cívódással együtt. Lehet, hogy lázadnak olykor a gyerekeink vagy az unokáink, de hát még az is sokkal jobb, mint akikre rácsapták az ajtót. És azt gondolom, hogy mindnyáján egyformák vagyunk. Isten szín előtt mindnyáján egyformák vagyunk, és nem véletlen az, hogy Isten igéje egyaránt szólít mindig bennünket, és von maga elé, és tulajdonképpen állít egy olyan mércét elénk, ami nem itt közöttünk van, hanem ami maga Jézus, ahogyan ő él. Tehát nem egymáshoz viszonyítva kérdéses sosem, hogy mi jók vagyunk, rosszak, jobbak vagy rosszabbak, hanem az a kérdés, hogy Isten színe előtt egyen-egyenként milyenek vagyunk, és az ő mértéke állandó. És nagyon jó ebben az állandóan változó világban rátalálni arra, ami örök, ami ehhez az idői kötött világból egy kicsit kiemel bennünket. A szervezők gondoltak minden korosztályra, így külön helyet alakítottak ki a legkisebbeknek,
és különleges színházi élménnyel várták a fiatalokat. Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréktetőn át eresztették be ágyastól Jézus elé a középbe. Ő pedig látta ügyüket, így szólt. Ember, megbocsátottak az bűneid. Erre az írástudók és a farizeusok tanakodni kezdtek. Kicsoda ez, hogy így káromolja az Istent? A láthatatlan színház egy olyan interaktív hely, ahol a résztvevő sok mindent tapasztal, de semmit sem lát. Én azt gondolom, hogy itt sokkal inkább átélik az emberek. Egész egyszerűen, hát a szemed az embernek be van kötve, tehát nem a látáson keresztül más ingerekre figyel oda, ki élesednek az érzékei, amit érez, tapint, hall, sok mindenre oda tud figyelni, ami egyébként egy szimpla előadásnál, egy színházi előadásnál például, hát azért elkerülni a figyelmét. És mi pont ezeket a dolgokat próbáljuk kicsikét megragadni, másképpen. Láthatatlan színházat véleményem szerint akár milyen sztorikba lehet csinálni. Hát én egyszer csináltam hasonlót, és akkor ugye szintén az egyház keretein belül, úgyhogy én ezt a fajtát ismerem. Érzelmileg átélő, hogy vele történik meg mindez. Most itt azért olyan momentumok vannak, hogy a béna meggyógyul, a lábat mosnak az embereknek. Vadidegenek teszik ezt, akik nem látsz, hogy kicsoda, szemkontaktusod sincs velük. Egész egyszerűen csak átéled azt, ami történik. És ez egy másfajta élmény lesz ezáltal. Az egészséges család rendszeréről Topolyai Emlőke pasztorál pszichológus beszélt. Elmélete szerint a családi béke alapja a megfelelő szerepek betöltésében van. Vannak olyan dimenzióink az életben, olyan kérdéseink, amire nincsen racionális válasz. Ilyen például a gyász, a halál, a veszteségeink, a fájdalmaink. És amikor nincsen racionális válasz, akkor odagyúlni ahhoz az Istenhez, aki azt mondja, hogy szeretlek, gyönyörködöm benned, hogy én életet akarok neked. Ebbe az Istenbe belekapaszkodni, az egy olyan előforrás, ami máshonnan nem meríthető. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy plusz az embernek. Pszichológiailag az ember mindig keresi a stabilitást, mindig keresi az egyensúlyt. És ugye a egyik legnagyobb kihívásunk az, hogy ha önmagunkban nem találjuk meg, akármennyit is küzdünk, van egy külső erőforrásunk. És ez az a külső erőforrás, amiben bele tudok kapaszkodni, amikor már belül nincsen semmi, amibe kapaszkodhatnék. Belső béke, ami elsősorban a mára, illetve a tegnapra vonatkozik, de ezen túl egy remény. Tehát egy remény abban, hogy van egy olyan perspektíva, ami bár emberileg felfoghatatlan, de az életemet mégis kiegészítő, és mégis lehet egy kapaszkodó pont. Mindenkinek szüksége van valakire, aki több, mint mi vagyunk, és mindenkinek szüksége van közösségre, ahol társakat találhat a hétköznapok nehézségeinek megélésére. A hit és a gyülekezet együttese ezt a célt szolgálta. A Völgység településeit járta be Ritzel Zoltán. Két hónapon keresztül fotózott a falvakban és városokban, templomokat, kápolnákat és különböző épületeket. Képeit a Műemlékvédelmi Világnap alkalmából tekinthették meg az érdeklődők. A műemlékek megmutatják egy már elmúlt korszak egy-egy darabját. Segítenek emlékezni a mesékre, amit hallottunk róluk, vagy a közelebbi műemlékekhez akár személyes történetet is kapcsolhatunk. Ritzel Zoltán, aki eredendően sajtófotós, a Völgység műemlékeit látogatta végig, és örökítette meg, azt remélve, hogy a hallgatóságában szép emlékeket és a műemlékek védelmének fontosságát ébreszti fel. A Völgységi Önkormányzatok Társulása és a Bonyhádi Múzeum kért fel engem arra, hogy megörökítsem a völgységi értékeket. Az igazgató úrtól kaptam egy listát, és ez a lista alapján jártam végig a településeket. Hát ezt tavaly októberben kezdtem, és október-november, tehát két hónap alatt fényképeztem végig ezt a 25 települést. Több ezer képet csináltam, és 2000 képet adtam le végül, amit hát előbb-utóbb az internetre föl fog kerülni a Völgységi Értéktár honlapra. És úgyhogy előbb-utóbb mindenki számára láthatóvá fog válni. Most ebből a 2000 leadott fotóból kb. 300-at hoztam el a vetítésre, és ezekből mutattam be, hogy milyen értékeink vannak, és milyen értékeink vannak, amik hamarosan elértéktelenednek, hogyha
ha nem költünk rájuk. Mindenki tudja, hogy miért fontos. Ugye biztos mindenki ismeri azt a szlogent, hogy múlt nélkül nincs jövő. És tulajdonképpen ezek az értékek, ezek a mi múltunk. Maga Bonyhád és a völgység egésze bővelkedik olyan épületekben és szakrális emlékekben, melyek ebben a sorozatban a képekre kerülhettek. A Völgység Múzeum szakmai segítsége kellett ahhoz, hogy minden, ami megörökítésre méltó, a kamera elé kerüljön. Főként templomok voltak, hát kb. 50 templomot fényképeztem, faluházakat, útszéli kereszteket, kápolnákat, múzeumokat és mindent, ami egyébként tárgyakat is, de beletartozik ebbe a körbe a különböző személyeknek a munkássága is, akik ugye Bonyhádon fafaragó vagy tűzománc, van egy kardkovás, aki benne van az értéktárba. És ezen kívül vannak olyan értékeink is, ami például természeti érték. Ugye a várajai parkerdő, vagy a farkasárok, vagy a tölgyes erdők élővilága. Kedvenc helyszínem az Ódányi és a Papdi templom, azt hiszem, amit ugye az eladásban is meséltem, hogy milyen kalandos úton lehetett eljutni ezekbe a kápolnákba. Mert ami akkor valaminek a központja volt, ma már az erdő közepén áll is. És nehéz megközelíteni. A Műemlékvédelmi Világnapot 1984 óta az UNESCO Nemzetközi Műemlékvédelmi Szervezetének kezdeményezésére április 18-án ünneplik, Ritzel Zoltán előadását is ugyanezen a napon tekinthették meg az érdeklődők. Vicián Miklós a bonyhádiaknak tartott előadást a 21. századi Európai Unióról. Előadásában az EU-t keresztény szemmel vizsgálta, annak a problémáira és a megoldásaira kereste a kérdéseket. De az ember fellázadt Isten ellen, és ebben megszűnt az Isten-ember közti harmonikus kapcsolat. Isten és az ember viszonyáról, a 21. századról, a kereszténységről, Európa problémáiról és az ezekből való kiútról hallgathatták meg Vicián Miklós gondolatait az érdeklődők a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban. Az előadó többek között arról beszélt, a kereszténység elveszítette hegemóniáját Európában, de megmarad és megtalálja majd a helyét a vallásrendszerek között. Európa lakossága 1950 óta gyakorlatilag változatlan, mondjuk egy 20%-kal nőtt, miközben a föld lakossága 2 milliárdról 7,5 milliárdra nőtt. Tehát Európa lakossága hanyatlóban van. Na most ennek a kereszténységhez annyiban van köze, hogy Európa elvesztette a keresztény jellegét. Európa egy elvilágiasodott, szekularizálódott társadalom lett, és a kereszténységnek meg volt, meg van és meg lesz a helye, de nem dominánsként. Tulajdonképpen amikor domináns volt, akkor nem volt igazán keresztény, szóval akkor az egy hatalmi rendszer volt. Most a kereszténység az egy hitvallás, és a politikától független elvált az állam és az egyház egymástól. Az előadás kitért a kereszténység mellett az iszlám vallásra és annak kérdésére. Vicián Miklós szerint az iszlám és a kereszténység nem tud majd békében egymás mellett élni. Megítélése szerint az iszlám vallás követői mindenhol uralomra törnek, és ez várható Európában is. Nagyon sok jel mutat arra, hogy és ugye ezt úgy halljuk a hírekben is, hogy jelenleg a kereszténység a legüldözöttebb népcsoport vagy csoportosulása a Földnek, és az iszlám az egyben egy vallás, egy politikai rendszer, egy életmód, és egyáltalán nem egyenlő minden ember. A muszlim ember mindig különb, mint bármelyik többi, és legfőjebb, amíg nem tud hatalomra jutni, addig megtűri. Utána egy másodrangú állampolgárként kezeli. Az iszlám az dominanciára törekszik, és az iszlámban nincs olyan, hogy ők valakivel együtt élnek. Addig tudomásul veszik, amíg nem jutnak olyan pozícióba, hogy többségbe legyenek. Szó esett a 21. század problémáiról is. A mai internettel átszőtt világban rengeteg információ áramlik át a világ egyik feléről a másikra, és ezek az információk sok esetben nem, vagy csak részben fedik a valóságot. Ugyanakkor az események részletei rekordsebességgel közlekednek a világ távol eső pontjai között. Egy ökológiai kérdés, hogy még a múlt század vége felé, tehát az 1980-as évekig
nagyobb volt a föld, mint amennyi ember élt rajta. Ma viszont az a helyzet, hogy már körülbelül másfél földre lenne szükségünk ahhoz, hogy el tudja tartani ezt a népességet, ami most már egy körülbelül 12 évenként 1 milliárddal növekszik, és ez egy olyan hihetetlen kihívás, amivel mindenképpen szembe kell nézni a 21. század elején, és hát ennek megfelelően a víz is, ugye amikor még egy ember pár volt, vagy csak az ősember volt, akkor is ugyanez a vízmennyiség volt a Földön, mint ma. Tehát most 7,5 milliárd embernek kell ezen az édesvízen osztoznia. A kereszténység és az emberiség problémái az előadó szerint összefüggenek. Ezekre a megoldást az embereknek önmagukban kell keresniük, vagy pedig össze kell fogniuk a megoldás érdekében. Ahogy mondják, Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei. Szóval, hogy azért, mert a szüleink, nagyszüleink keresztények voltak, ez nem jelent belépőt a mennyországba. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!